Na, kezdjük, úristen! Sziasztok! Hát, ahogy láthatjátok, itt most festeni fogunk. Nem sűrűn szoktunk festeni, bár már két festményt összehoztunk. Az első nagyon érdekes volt, azt tortakrémmel festettük. Hát, de amúgy tök szép lett. És megvan a mai napig, marha klassz. És a másodikat, az rendes festékkel, az is egy tájkép. Hát szóval, na. A festés ez egy nagyon jó szórakozás, most már ugye lehet kicsit szabadabban mozogni, nem kell mindig a lakásban lenni, de ettől függetlenül nem sokára elkezdődik a nyári szünet, és hát valamiben fel kell találjuk magunkat, valami kreatív dologgal. Na, most megint egy olyan dolgot találtunk ki, amit még soha korábban nem csináltunk. Tudjátok, hogy hangzik a bölcs szabály, hogy olyas, tehát amikor élesbe megy valami, mint például most is, akkor csupa olyasmit csinálj, amit már korábban próbáltál, hogy ne ígél le. Hát mi most már ezzel nem tudom hányadik videó, ahol itt előttetek próbáljuk ki, hogy tényleg megye. Na, szóval festeni fogunk, de nem ecsettel, hanem önteni fogjuk a festéket, és szívószállal fogjuk fújni. Tök jó. Hát, hogy milyen lesz, gyerekek, majd most mindjárt kiderül. Szóval az a lényeg, hogy ezt bárki könnyen megcsinálhatja, mert ezek a festővásznak gyakorlatilag most már szinte mindenhol kaphatóak, ilyen papírboltokban is, meg hipermarketekben is. Ezek sima akrilfestékek, szintén bárhol kapható. Ez a folyadék még fontos, ez a ilyen öntési segédanyag, vagy mi ez? Akrilfesték higító. Na hát, így van, öntési segédanyag, vagyis akrilfesték, a gyerek tudja. Jó, szóval az a lényeg, hogy nyomunk a pohárba, egy ilyen kis műanyag pohárba egy pici festéket, és ezzel felhigítjuk azért, hogy folyós állapotú legyen a festék. A víz nem jó, mert akkor nem érhetjük el vele azt a szép hatást, amit majd reméljük, hogy elérünk, tehát ez kell. Ez nem barkács volt ez, hanem kreatív volt van, igen, tehát ahol ilyen kreatív dolgokat lehet, ott ezt is lehet kapni. Ide öntjük a közepére, öntögetjük majd jobbra-balra, meg fújogatjuk szívószállal, azt meglátjuk, hogy mit fogunk nézegetni a falon. Na mehet akkor akár a zöld, hogyha azt tetszik. Jó. Valamennyi menjen. Hát őszintén nem tudjuk, fogalmunk sincs, hogy mennyi. Oké, még egy pici menjen. Tényleg nem tudjuk, hogy mennyi kell, viszont pocsékolni sem szeretnénk. Annyi elég lesz, babám, jó. Szerintem tök jó. Azért remélem, hogy ez majd érvényesülni fog. Oda nézzétek, milyen szép színe van. Na szívem, akkor egy kis higító folyadék, ami ilyen fehér színű, de a címkéje szerint nem változtatja meg a festék színét, csak folyósabbá teszi. Már folyik. Folyós? Oké. Az a lényeg, hogy ha majd a vászon közepére öntjük, akkor lehessen csorgatni így jobbra-balra. Oké, akkor mehet a többi is. Aha, hogyha nem folyik jól, ebbe még egy kicsi mehet. Ezt a nagy csomagolópapírt azért tettük ide, mert amikor majd folyatjuk a festéket jobbra-balra, akkor természetesen lefolyik az asztalra. Na most az akrilfesték, ha megszárad, föl lehet szedni, csak hát sokkal többet kell vele szórakozni. Így a papírra, hogyha rácsorog, azt egyszerűen csak kidobjátok és kész. Jó, folyik már? Hadd nézzem a pirosat. Ó, nagyon jó. Ez a jó állag, amikor már folyik, de tök jól néz ki. Ez a sor. Nem változtatja meg a színét, pedig azt hinni az ember, hogy kivilágosítja, mert ugye fehér. Igen. De egyáltalán nem. Nem, tényleg nem. Tök jól folyik, nagyon szép. Jó. Nagyon szép. Ezt a lilásat, erre nagyon kíváncsi vagyok. Mutasd. Hú, de kíváncsi leszek, hogy megmarad-e az a szép csillogós, nem, milyen külleme, vagy színe. Nem maradt meg, és tudom is, hogy miért, mert ez nem ilyen tömör színes igen, festék volt, átlátszó. Hanem átlátszó volt csillámokkal, úgyhogy ez nem jó. Keverünk helyette egy valami másfajta pinket. Találtunk két ilyen festéket, az egyik ilyen igazi pink, de ebben nincs túl sok. Ez pedig ilyen metál bordó. Na, ebből majd összehozunk valamit. Találtam arany festéket is, csinálunk egy arany részt is, Mollika, jó, hogy esetleg, ha sikerülne, hogy egy ilyen aranycsík húzódjon a színek határán.
két fajta aranyat is találtam, nagyon szép mind a kettő, nézzetek. Csodás, szép, gyönyörű. Na, meglátjuk, mi lesz belőle. Ú, de szép, megmarad a szép arany színe. Na, nézzük. Bekevertük az összes színt, itt vannak. Na most akkor elkezdjük önteni, az a terv, vagy az a, nem tudom, a technika, hogy a közepére öntjük az összeset egymás tetejére, és akkor itt szépen majd, ahogy terül a festék, így ilyen kis csíkokat fog képezni, hát reménykedem. Meg folykodni fogjuk. És utána majd össze-vissza öntögetjük még, ahogy már rajta van, és majd fújjuk még szívószállal. Na drágám, figyelj, tök izgi. Na kezdjük, úristen! Olyan, mint egy nagy katica. Jó, most menjen másféle színű. Jöhet egy kis arany oda középre. Oké, okay. Most jöjjön egy kis zöld. Ú, alakul, alakul. Most jöjjön egy kis pink. Nem szabad túl magasról. Oké, okay, elég. Jöjjön megint egy kis arany. Ez nagyon szép lesz. Jöjjön egy kis piros, mondjuk. Ha már ez alakul, gyerekek. Egy kis sárgát tegyünk még a közepére. De szerintem nem kell. Szerintem nem kell több. Figyelj, most elkezdjük öntögetni, mert ugye az lesz a cél. Emeld csak meg egy picit. Hogy egy picit így elkezdjük. Így egyik oldal. Másik oldal úgy, várjál csak lassan, mert lefolyik róla. Próbálj innen belefújni. Picit. Azaz. Hú, de szép. Látjátok, milyen szép? Óvatosan. Azaz. Hát ez zseniális. Oda nézd, de szép. Öntsünk még egy kis narancssárgát. Úgy. Fújd befelé. Jó, oké, nagyon jó. És most próbáljuk meg megint megdöntögetni egy kicsit. Azaz, egy kicsit arra, nagyon jó, vissza is. Mehet egy kicsit, jó. Nem baj, ha picit lecsurog róla, mert ugye, ó, de gyönyörű. Azért tettük oda azt a papírt. Az a cél, hogy az egész képet beterítse. Hűha! Majd segítetek nevet adni ennek a képnek? Azta. Olyan, mint a földgolyó, nem, Moli? Tényleg. Azta. Fú, de jó. Nem baj, ha picit lecsurog. Gyerekek, hogyha akrilfestékes lesz a kezetek, rögtön mossátok meg, mert rászárad. Ó, Moli, nagyon ügyesen csinálod. Tiszta, olyan, mint a földgolyó, nézzétek! Mondjuk a földön több a tenger, tehát nagyobb a kék rész, de nem baj, ez minket nem zavar most itt a művészi alkotás közepette. Malika, adj neki egy kis mintázatot. Úgy. Júj, de gyönyörű. Elég, hogy ne tűnjön el. Jó, még most aranyat akkor is tettem egyébként. Aranyat is. Jó, az maradhat is, mert tök jól néz ki. Júj, de gyönyörű, ez az első alkotásunk. Hát oda nézzenek, kérem szépen. Nézzük csak, merre folyik még. Hú, folyik ez mindenfele, tök jó. Nézzétek, szépen bevonja ott a szélét is. Ó, de klassz. Ó, ott már befogta a szélét. Nézzétek, jó, de gyönyörű. Oda is csináljunk. Hát ez valami gyönyörű. Nézzük csak. Hogyha úgy érzitek, hogy nem folyik tovább a festéketek, ki lehet ám pótolni valamilyen festékkel ide, hogy folyjon egy kicsit jobban. Szerintem a zöld részre tegyél még festéket, mert az túl zöld. Nem inkább a széle felől kéne befelé? Várjál, Cica, de igen. Csak próbálom, hogy folyjál oda le. Egy kis kéket tegyél a zöld részre. Igazad van. Folyjon itt valami folyó. Folyik is. Oh! Azgassátok! De szép! Fű, de tök jó, nézzetek, kisegítettem oda a festéket. Olyan lett, mint a domborzati térkép, nem? Azok néznek ki ilyen barnás. Hűha, teljesen odáig vagyok. Tadám, kész a kép.
Azt a gyerekek, ez gyönyörű, ez olyan lett, mint a földgolyó. Hát első próbálkozásnak valami eszméletlen. Nézzétek, még ilyen kis cseppformák is kialakultak, mintha esne az eső itt a kontinensen. Állati klassz. Na, itt az oldalán vannak még ugye ilyen rendezetlen részek, azokat ecsettel is eldolgozhatjátok majd mi is azt fogjuk csinálni. Az a lényeg, hogy most ezt így lefektetve hagyni kell megszáradni, hogy utána föl tudjátok tenni a falra, de alapvetően fú, gyönyörű. Nagyon szép, úristen. Tök jó. Ezek mitől lettek bele, ezek a kis esőcseppszerű képződmények, de nagyon klassz. Még mindig bele lehet nyúlni egyébként a festékbe, tehát hogyha akarnánk, még egy kis pink csíkot húzhatunk oda. Szerintem ne, vagy hát ha van pink, akkor azt lehet, mert abból kevés. Van pink, bár a földgolyón viszonylag kevés pink szín van, de ez most egy szabadon értelmezett földgolyó, és akkor ezt már nem borítgatjuk jobbra-balra, hanem csak megfújod egy picit. Jó? Nem kell sok cica, hogy megszáradjon. Úgy jó? És akkor így. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Molika azt mondja, hogy így a jó, így a tuti. Kimaxoltuk? Igen. Szuper. Na jól van. Hát akkor várunk egy pár órát, hogy megszáradjon. Nagyon jó. Szerintem tök jól sikerült. Eldolgozzuk majd a szélét is, bár Molinak így tetszik. Készen vagyunk, kérem szépen, itt van az első festményünk, mármint az első olyan, amit öntöttünk. Tehát amihez nem nyúltunk hozzá ecsettel, bár itt a szélein aznél igen, mert ott elkentük ecsettel, de egyébként maga a mű az csak öntéssel, láttátok, ilyen csorgatással és fújással született. És szerintünk nagyon szép lett. Szerintünk ez a föld jó messzi nézetből. Tehát itt vannak valahol az óceánok, tengerek. Molly szerint ez a kis kék, ez némiképp hasonlít a Balatonra. Messziről is behunyt szemmel, vagy nem behunyt, hanem ilyen hunyorított szemmel. Igen. És egyébként de tényleg nem olyan, mint a föld, vagy egy ilyen, nem is tudom, egy térkép, amit messziről nézünk. Az a pink, az nem tudjuk az ott micsoda a térképen, de az a művészi túlzás, vagy nem tudom micsoda. Szóval Molika, milyen élmény volt? Klassz volt? Nekem nagyon tetszett, főleg ez, amikor így fújkodtuk így. Igen, igen. Szóval azért fogjuk csak így hátul, mert még szerintem nem szárad meg, tehát ezért ilyen gyorsan nem szárad meg, tehát pár órát, vagy akár egy éjszakát is hagyni kellene, hogy teljesen megszáradjon, de utána feltehetitek a falatokra, mint az önálló alkotásotokat, és szerintem annál kevés jobb dolog van, mint amikor az ember kreatívkodik és létrehoz valami szép dolgot. Ugye? Hát próbáljátok ki, ha gondoljátok. Minden, amit felhasználtunk, kapható bárhol, és egyáltalán nem drága egyik sem. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok! Sziasztok!